nem a saját emlékeinkről van itt szó. Itt most a történelmünk emlékezik által. Nemzeti ünnepünk közelettével hagyományos megemlékezésre várt a tagjait és a tataiakat a Honvéd Bajtársi Klub. Az Almási úti temetőben Hamari Dániel egykori katonaorvosra és általa az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek. Hagyományosan, ha jól emlékszem, most már 10. alkalommal vagyunk itt a Hamari Dániel síremlékénél. Arra gondoltunk ezelőtt, meg most is arra gondolunk, a hagyományőrzés keretében ne az a hagyományos legyen, hogy valahol összejövünk és akkor beszélünk róla, hanem jöjjünk el oda a sírjához. Ugyanis, ugye mert Hamari Dániel, doktor Hamari Dániel, ugye a tüzérkatona, az orvos, az Tataváros szülötte, aki ott volt, nagyon kevesen tudnak róla, vagy elfelejtették, hogy ő aktívan részt vett 1848-ban forradalmi eseményekben. És ami még érdekesebb, azért fontos nekünk, hogy mint katona sokat tett itt Tatán, a nemzetőrség megalapításáért, utána sokáig éltő aktív közösségi életet. Ne feledkezzünk el, hogy járt ő Komáromba is. Tehát azt mondom, hogy amellett, hogy ahogy mondják az akkoriak, meg az újságok, hogy nagy jó katona volt, katona orvos. De ezen kívül részt vett a városnak a közéletébe. Nagyon, nagyon komoly közéleti szerepet játszott, a polgárok is, és tehát a polgári tisztelték őt. Na most mi arra gondoltunk, hogy ezt a tiszteletet, megbecsülés, szeretetet igaziból ott kell kifejtenünk, ahol ő most nyugszik. És mint láttuk azért, a város ünnepségek előtt is, hogy mondjam, a mi bajtársaink, legyenek az hölgyek, legyenek tényleg katonabajtársak, úgy érezték, hogy úgy érezzük, hogy el kell jönnünk a temetőbe, és bizony nagyon jó, hogyha elénekelünk egy-két Kossuth nótát, elénekelünk, aztán meghallgatjuk ugye a játékát Lázár Antal barátunknak, és így gondolunk, emlékezünk Hamari Dánielre.